Ma van a bölcsödék napja. 2010 óta ez a nap minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap, amelyet a szakmai fejlődés kamatoztatására szánnak a szakdolgozók. Az elmúlt évek szarvasi és budapesti szakmai kirándulásai után idén Hódmezővásárhelyen tartottak szakmai napot a kisgyermekgondozóknak. Szakmai nappal ünnepelték a kisgyermekgondozók ma délelőtt a bölcsödék napját a polgármesteri hivatal házasságkötő termében. 2010-ben született meg az a rendelet, amely egy szakmai nappal együtt kötött a kisgyermeknevelők napját iktatott a hétköznapokban, és én úgy gondolom, hogy a hétköznapok nehézségeit, örömeit, konfliktusait csak úgy lehet túlélni, hogyha van egy-egy nap, amikor egy picikét megállunk, egy picikét magunkra is gondolunk, és megpróbáljuk mássá tenni azt a napot, és egy kicsikét különbözővé a hétköznapoktól. A tanácskozáson szó esett azokról a pozitív változásokról is, amelyeket a lelkiismeretes munka elismeréseként a kormányzat tett, illetve tenni készül a legérzékenyebb életkorban lévő gyermekekkel foglalkozó gondozónők bérrendezéséért. Újabb jó híreket hallunk, hiszen a pedagógus életpálya modellbe a főiskolát végzettek, már belekerültek, és a következő évtől kezdődően pedig a középfokú végzettségűeknek is elindul egy anyagi rehabilitáció, és bízom benne, hogy mind az emberi, mind az anyagi, mind pedig a lelki táplálék mind-mind azt fogja szolgálni az előttünk álló időben, hogy kicsit szebben, kicsit erősebben, mindenféle szempontban megerősödve tudják a kollégák ezt a nagyon-nagyon szép hivatást elvégezni. A szakmai napon többek között dr. Barabás Katalin, az STE általános orvosi kar magatartástudományi intézetének vezetője is előadást tartott, de hallhatták a megjelentek Lajkó Károly pszichiáter tudományos beszámolóját is a lelki egészség, a hagyományápolás, illetve a konfliktus kezelés témakörében.